Napról napra nagyobb kihívást jelent a koronavírus elleni küzdelem Szombathelyen is. A házi orvosok arról tájékoztatták a városvezetést, hogy az elmúlt napokban több beteg is jelentkezett náluk, akikről biztosan gondolják, hogy koronavírussal fertőződött meg. Erről is beszélt legújabb videó üzenetében a polgármester. Nemény András elmondta, a Markusovszky kórházban is fekszik egy koronavírusos beteg. Ugyanezeket a híreket kapjuk a kórházból is. Ráadásul a kórházban ma kiderült, hogy volt egy olyan beteg, aki egészen más betegséggel került a kórházba, de most kiderült róla, hogy koronavírus teszt pozitív, és ő maga is érintkezett az egészségügyi személyzet egy részével. Ezek után nyilván őket is vizsgálják. A védekezés hatékonyabb átétele érdekében újabb intézkedések születtek. Megrendeltem 20 ezer darab FFP2-es maszkot. Ez az a maszk, amelyik extra védelmet tud nyújtani, és leginkább azoknak kell, akik közvetlenül találkoznak potenciális vírushordozókkal. Ez hiány az országban, de mi tudásunk szerint saját szállítással pénteken ide tudjuk hozni a városba, és a házi orvosoknak is tudunk biztosítani, meg a kórházi dolgozóknak is tudunk belőle biztosítani. Ezen felül az intenzív osztály vezetőivel egyeztetve monitorokat rendeltem meg, és egyéb kiegészítőket, és egy olyan lélegeztetőgépet, egy mobil lélegeztetőgépet, amit a mentőautókba tudnak majd használni. Dolgoznak azon is, hogy legyen elég szálláshely a karanténra kötelezett fertőzöttek számára, és azoknak is, akik fertőzött személlyel érintkezhettek, és nem szeretnének hazamenni. A lakosságnak szánt maszkokat szerdán kezdik terjeszteni, az önkéntesek vasárnapig minden háztartásba eljuttatják a borítékokat. Jövő héttől átalakul az orvosi ügyeleti rendszer. Jövő héten a felnőtt orvosi rendelőbe azok, akik koronavírus gyanúval telefonálnak be, és nagyon fontos mondanunk, hogy telefonáljanak először, ők a Kossuth utca 11-be kerülnek ellátásra. Ez most nem házorvosi rendelő még, de ebben a pillanatban elrendeltem az átalakítását, és jövő hétig ez is készen lesz. Az önkormányzat által nyitott adományszámlán már több mint 3 millió forint gyűlt össze, ami egy mobil lélegeztetőgép ára. A polgármester arra kérte a munkáltatókat, hogy tartsák be az alapvető szabályokat munkavállalóik védelmében, különös tekintettel az élelmiszerboltokra. Nemény András köszönetet mondott mindenkinek, aki a védekezésben bármilyen módon segít.